Sziasztok! Ez itt a Saints Row 4, és igazából nem is akár hogyan. Ultra HD 4K felbontásban. Ezt mindjárt meg is mutatom, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy csak felkonvertáltam. Nem, ez itt abszolút teljes értékű 4K felbontásban van, mint látjátok. Nos, igazából már nem tudom, szombaton vagy vasárnap akartam feltenni egy ilyen jellegű videót Ultra HD felbontásban, ugyanígy a Saints Row 4-ből. Viszont voltak gondok a felvétellel, ugyanis hát az action-t valahogy nem erre tervezték, nem gondolták át, hogy majd lesz olyan hülye, aki 4K-ban akar vele felvenni. És szaggatott a hang. Mostanra ezt sikerült megoldanom, hogy hogyan, azt igazából én sem tudom, babráltam, azt jó lett. Na, hát úgy terveztem, hogy felteszek egy ilyen jellegű videót, és akkor elmondhatom, hogy a magyar YouTube-osok közül én vagyok az első és egyben egyetlen, aki egy játékból 4K felbontásban tett fel videót. Na most... ugye mondtam, hogy nem igazán sikerült felvenni problémamentesen, és hát közben beszélgettünk néhányan így erről a 4K dologról, gondolatmeneteket cseréltünk, és nem tudom, ki nézi T-Rexit, már lett neki feltöltve egy 4K videója a Metro Last Light-ból, így igazából ő az első, aki feltöltött a magyarok közül 4K-ban videót. Hatalmas ez a felbontás egyébként. Viszont a gondolat továbbra is ugye az enyém volt, és én szerettem volna feltölteni videót. Ugye hát ez nem sikerült, viszont attól még el tudom mondani, hogy magyar YouTube-osok közül csak T-Rexinek és nekem van 4K felbontásban feltöltve videója, ami játék, de szerintem semmilyen, sem kamerás, sem egyéb tartalmú videót ilyen felbontásban még nem töltött fel közülünk senki. Az amerikaiak közül már töltögettek fel elég sokat. És azt kell mondjam, hogy ez a felbontás még a mi gépünket is elég csúnyán meg tudja fogni. Ugyan, mint ahogyan azt itt láthatjátok, minden ultrán van a játékban, ameddig fel lehet rakni. V-Sync ki van kapcsolva. És így elég kevés 30-35 FPS-en van a játékban, miközben ennek a többszöröse van jelen Full HD felbontás esetén. Úgyhogy nagyon megeszi még a mi gépünket is, így egy kártyával. És igazából túlságosan nagy értelme sincs 4K-ban játszani addig, amíg nincs hozzá monitor. Ugyanis most senki ne higgye azt, hogy nekem vagy T-Rexinek lett valahonnan egy 4K tévéje, erről szó nincs. Az Nvidia-nak egy beállítási lehetőségével, a downsampling-el érhetünk el nagyobb felbontásokat annál, mint amekkora felbontású valójában a mi monitorunk. De hát tulajdonképpen összesűríti a pixeleket, mondjuk 20 pixelből csinál egy pixelt, így nagyon lebutítva az egésznek a lényegét. Mi igazából így, hogy be van állítva ez a felbontás, túl nagy különbséget nem érzékelünk. Tehát ez tényleg csak arra jó, hogy megnézzük esetleg, hogy mit bír a gépünk, illetve hogy felvegyük, ugyanis a felvétel az teljes értékben fogja felvenni ezt a 4K tartalmat, így ha esetleg nektek van 4K tévétek, és azon nézzétek ezt a videót, és beállítjátok a... ugye YouTube-on most már azt úgy írja, hogy eredeti felbontás, akkor ti teljes értékűen látni fogjátok. Nem vagyok benne biztos, hogy bárkinek is lenne itt 4K felbontású bármilyen kijelzője, de hát hogyha esetleg valakinek van, az meg tudja nézni. Mi ebből nem sok mindent látunk, csak azt veszük észre, hogy nagyon kevés az FPS.
Jó, egy minimálisan látszódik igazából a különböző dolgoknak az élein, de hát egy természetes élsimítást ad így kisebb felbontású monitoron, mint amekkora felbontásba van állítva. Igazából már egy Full HD monitoron egy 2560x1440-es felbontásnál is érezhető különbség van, ugyanis már az is számottevően nagyobb. De hát, ha valakinek bírja a gépe, mondjuk, mint ahogy én ugye tervezek SLA-t csinálni, akkor valamennyire lesz értelme mondjuk még 4K-t is beállítani, ott már a gép bírni fogja, mondjuk a Saints Row 4 egészen biztosan menne 60 FPS körül, és szebb lenne tőle a játék. Viszont így egy kártyával nem annyira szerintem nem kellene túlzottan erőltetni, főleg, hogy mondjuk kipróbáltam a Crysis 3-at, és Crysis 3-ba teljesen bármiféle élsimítás nélkül alig 20 FPS-en döcög a gépemen a játék, és azért ez nem egy olcsó és gyenge gép, szóval nem igazán lehetne egy videokártyás rendszerrel, jobban mondva egy GPU-s rendszerrel jobbat csinálni. Úgyhogy ez a 4K dolog igazából még odébb van, majd hogyha lesz két kártya, akkor esetleg megnézem, hogy nagyobb rendszerkövetelményű játékokban milyen is ez a dolog, mert most így egyenlőre nem sok mindenre jó. Esetlegesen egy hosszabb, konkrétabb gameplay még elég esedékes, akár a Saints Row 4-ből látjátok, azért egész jól megy. Igaz, hogy ez a 30 FPS elég kevés, de hát kell a 60 ahhoz a tényleg folyamatos képhez, viszont még így is egy-egy felvétel erejéig egészen tűrhető. Na hát igazából ez egy ilyen teszt jellegű videó akar lenni, sem mint hogy egy hosszú játékmenet videó. Igazából én is megnézem, hogy hogyan fog kinézni ez a felvétel, és majd hogy mennyi idő lesz esetlegesen premierre próban elkészíteni mindennel együtt. Erre én is kíváncsi vagyok, még ilyet nem csináltam. Úgyhogy így állunk. Hát ez a 4K egyébként egy baromira nagy felbontás, de hát mindenképpen odébb van még az, hogy az emberek ezt elkezdjék használni, és hogy mindenkinek lenne hozzá megfelelő gépe, főleg, hogy sokan még Full HD-ban sem nagyon tudnak játszani. De addig is mi ketten T-Rexivel vagyunk az egyetlenek, akik felraktunk magyarok közül 4K-ban videót, úgyhogy ezt a címet legalábbis mi így most megszereztük. Na, akkor viszont búcsúznék is, remélem mindenkinek tetszett, és érdekesnek találta ezt a videót, mondom, hogy lesz egy hosszabb gameplay is valamikor, bár szerintem az már akkor lesz, amikor meg lesz az új monitorom, amiről az unboxing videó egyre csak közeledik, már nincs is olyan messze. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!